Amíg hátralévő 4 mérkőzés közül ez volt a legnehezebb és egyben a legfontosabb a Fekete Gólyák KC számára. Itthon legyőzni a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia kiválasztott ifi és junior tehetségekből álló csapatát, mert ebben az esetben már egy kicsit fellélegezhetne a nehéz helyzetben levő Fekete Gólyák KC, amely éppen a kieső helyen áll az NB1B-ben, és nagyon méltatlan lenne, ha a végelszámolásnál ott is maradna. A múlt heti vereség után sehogy máshogy nem állhattunk hozzá, mint hogy ezt a meccset meg kell nyernünk. Múlt héten nem sokon múlott a győzelem, viszont ahhoz, hogy még a saját sorsunk kovácsai lehessünk, ahhoz mindenképpen be kellett húzni, és én úgy gondolom, hogy mindenki úgy állt fel a pályára, hogy ezt a meccset ma meg kell nyerni. Az ellenfél a 6. helyen álló Dunaújváros is így állt hozzá, a lehető legerősebb összeállításban léptek pályára, nagyon nyerni jöttek. De egy jó ideig mindez csak hiú ábránnak bizonyult, mert ennyire összpontosító, kemény védekezéssel már nagyon régen rukkolt elő a Gólyák csapata. A pirosmezes hazai alakulat középről és szélről egyaránt blokkolta, lassította az újvárosi rohamokat, helyzetnek nevezhető befejezésekhez csak a szélről jutottak a fekete-fehérbe játszók, de ezek jelentős részét ártalmatlanította a rutinos kapus Shell Gabi. Szép lassan elhúzott 5 gólra a szekszárdi csapat. A fal előtti játékban Farkas Anita a rá jellemző dinamikával lőtte a nagy gólokat, de szép kombinatív játék után Nagy Szilvia, Genis Patricia páros kapcsolat végén az utóbbi a beállós is eredményes tudott lenni. Emellett igyekezett kihasználni a szekszárdi csapat a szélső Rejes Gabi gyorsaságát a lerohanásos szituációkban. 5 gólos előnyre tett szerte a félidőben a tabajdi csapat. Igen, nagyon összeállt a védekezés, ezt a Feri is mondta a félidőben, hogy ha ezt tartjuk, akkor meg lehet a meccs. Hát sajnos ugye a második félidő második felében azért elfáradtunk, voltak hibák, nagyon sok eladott labda volt, amiből ők könnyű gólokat lőttek. Pedig a folytatás álomszerűen indult szekszárdi szempontból. A DKKO rutintalanságból több olyan ki nem kényszerített hibát is elkövetett, amit a Gólyák azonnal büntette. De hamar kiderült, nincs még meg ez a meccs, hiába mutatott időközben az eredményező 18-10-et is. Elkapkodott lövések, könnyelműen eladott labdák után kezdett zárkózni a Dunaújváros, amely még gyorsított is passzjátékán, és a kitűnő átlövő Koroncai középpen is talált már ekkor rést, hogy átlője a szekszárdi falat. 21-19-nél bizony felsziszent a lelátó népe, mert megint az Újváros jöhetett, de ezúttal ők is hibáztak, és kimaradt egy nagyon fontosnak tűnő szekszárdi büntető is. A következőt, a legfontosabbat talán, Fehér Tímea biztosan értékesítette kritikus pillanatban. Volt még bizony néhány patron a vendégek tárjában is, de Farkas Anita esztétikus, a rá jellemző, ráfutásos átlövés gólja döntőnek bizonyult. 23-21-re a Gólyák nyerték a nagy mérkőzést. Ugyan még kieső helyen állnak, de ezzel az értékes győzelemmel a Dunaújvárosnál gyengébb ellenfelekkel szemben már a saját kezükben lehet a sorsuk. Melyik az az egy, vagy melyik az a kettő meccs, ami még meg lehet az idény szépé tételébe, kicsit kozmetikázva az idén? Hát a Doroggárdon mindenképpen meg kéne vernünk. A most mutatott játék egy stabil középcsapat ellen mindenképpen jó alap ehhez, és kellő önbizalmat adhat a játékosoknak.